A piros mezben játszó Füred kezdte jobban a találkozót, de hogy telt az idő, egyre jobban ellaposodott a mérkőzés. A csapatok a középpályán gyűrték egymást, nem alakult ki helyzet egyik oldalon sem. A 26. percben aztán megtört a jég. Henny ívelését követően Kós passzolt középre, az Urkuti Varga menteni akart, de a labda a hálóban kötött ki. 0-1. A második játék részben tovább folyt a meddőmezőn játék, míg nem az 57. percben egy baloldali támadást követően Márton Reznyák szorításában talált a kapuba. 1-1. Erőre kapott a hazai csapat, de a következő gólra bő 20 percet kellett várni. Ekkor Boromisza 40 méteres szabadrugását Szabó fejelte a füredi kapuba. A folytatásban hiába támadott az ember előnyben lévő BFC, az Urkuti védelem jól zárt, így elmaradt az egyenlítés. Összességében a győzelmet jobban akaró hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három bajnoki pontot. Urkut BFC 2-1.